A börtönből üzent Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök szerda reggel elrendelte 300 ezer tartalékos mozgósítását. Navalnij tiltakozásra szólított fel, és azt mondta, hogy a mozgósítással Putyin még több orosz embert küld a halálba egy kudarcos háború miatt. A lényeg már most világos, hogy ez bűncselekmény. Ez a bűnös agresszív háború egyre súlyosabb, egyre mélyül, és Putyin igyekszik minél több embert belekeverni ebbe az egészbe. Emberek százezreit akarja bemocskolni ezzel a vérrel. Természetesen ez óriási tragédiákhoz, hatalmas veszteségekhez fog vezetni. Nem fog, és nem is vezethet semmi jóra, üzente a börtönből Navalnij az ügyvédei által rögzített és nyilvánosságra hozott videófelvételen. Navalnij hozzátette még, hogy Putyin a személyes hatalmának kiterjesztése érdekében egy szomszédos országot gyötör, embereket gyilkolott, és most a háború darálójába dob rengeteg orosz állampolgárt, akiknek csak normálisan kellene élniük, gondoskodniuk a családjukról. Persze, ez eddig is bűncselekmény volt, de most már sokkal nagyobb léptékű bűncselekmény lett belőle, fogalmazott. Az invázió februári kezdete óta az orosz hatóságok keményen fellépnek a másként gondolkodók ellen. Több ezer ember tartóztattak le a háború ellenes tüntetéseken, és egy új törvény 15 év börtönbüntetést ír elő azoknak, akik álhíreket terjesztenek a hadseregről.